indulásra. Készülődik a csapat. Nagyjából össze vagyunk pakolva. Itt van mellettünk egy kemping. Ha minden jól megy, most elindulunk fölfelé. Olyan 7 óra van, 2,5 óra föl az út. 9:30-re fölérünk, esetleg ha megnyomjuk, akkor 2 óra alatt fölérünk, 800 méter szintet kell menni. És holnap estére, ha minden jól megy, ide vissza tudunk érkezni, ami persze nem biztos. Igen, komoly kiépített ösvény vezet fölfelé a parkolóból. Refugio Vittoria, Vittoria Emanuele, kettes, római kettes turistaházhoz. Most még látszódik a parkoló, vagyis a kemping, ahonnan indultunk, annak a parkolójába álltunk meg. És legjobb lenne, hogyha már ott lennénk amellett a vízesés mellett. Olyan szépen megmosnám az arcomat. Egyik oldalon is vízesés, másik oldalon is vízesés. Igaz, hogy ezt még nem látjuk, csak halljuk. De jó sok víz jönne föntről. Óra van, este 9 óra, ketten maradtunk hátul a Lacival, kicsit belassultunk, de én szerintem olyan 150-180 méterre lehet szintben a ház, szerintem 40 perc alatt ott vagyunk, most van 21-40-re tudni, hogy ott vagyunk. 2024. 7. hó 31-e van szerda, ahogy a lent is mondtam, hogy maximum 40 perc, míg fölérünk. Igazándiból nem is kellett annyi, 21-27-re fölértünk ide a házhoz, de az előtt taknyoltam egy akkorát, lefejeltem egy követért, hogy szét akarnám vágni a fejemmel az egész hegyet. 2730 méter magasan vagyunk. Van egy nagyobb ház, és van egy A épület ott fönt, az a miénk. Épületünk. Többiek már bent vannak. Na most azért elég kevés fény van. Van itt egy kis tavacska. És holnap megyünk a Gran Paradisóra. Egy egész házunk, persze pici a szoba, de azért...